Tiszteltel köszöntök mindenkit a mostani sajtótájékoztatón, ami a ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülés kapcsán szeretném elmondani a Fidesz álláspontját. Ami változatlan, ha jól emlékeznek, akkor vagy 2,5 nappal ezelőtt mondtam azt, hogy a parlamentnek van egy meghatározott ülésrendje, amely szeptember 15-től december 15-ig tart ősszel és télen, illetőleg tavasszal február elejétől tart június 15-ig. És én akkor is azt mondtam, hogy ezen semmi okunk nincs változtatni, csak akkor, hogyha az ég a földdel egybeválik, de semmi más esetben nem. Ezért már jó előre azt mondtuk, hogy semmifajta indokolatlan, pánikszerű politikai akcióra, amit az ellenzék véletőleg minden nyár végén, mint egy melegítve az őszre előad, arra mi nem fogunk ugrani. És ezért jó előre mondtam, hogy nem fogunk részt venni egyébként olyan ülésszakon, ami pusztán ilyen politikai habverés szándékával van összehívva. Aztán ez be is igazolódott, Soros György megkérte a magyar ellenzéket, hogy gyorsan egy Lex-EU ügyben kezdeményezzenek rendkívül ülésszakot. Mi ezt aztán végképpen elutasítjuk. Egyrészt semmi értelmét nem látjuk annak, hogy egy szemmel látható jól működő, szemmel láthatólag a felsőoktatást rendező törvényen módosítsunk kapkodva, pusztán azért, mert valamilyen tőzsdespekulást, konkrétan Soros Györgyöt nyugtalanítja az, hogy a magyar felsőoktatásban azokat a trükköket nem tudja megcsinálni, amit eddig megcsinálta a CEU kapcsán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen jól döntöttünk, hogy nem jöttünk el erre a parlamenti ülésre. Kértünk gépi szavazást, ott kiderült, hogy a parlament határozatképtelen, úgyhogy majd a normális kerékvágásban találkozunk szeptember 18-án, már az ezt megelőző héten. Nyilván mindenki tart többnapos frakciülést, mi is fogunk tartani a 18-át megelőző héten, szerdán, csütörtökön, pénteken frakciülést, azon a héten már bizottsági ülések vannak is, tehát az élet a teljesen normális kerékvágásba megy Magyarországon, független attól, hogy néhány ellenzéki képviselő mindenképpen szeretne valami nagyot, szólót, valami botrányt pukkasztani. Ez most szemmel át, mi ez nem akarunk asszisztálni. Úgyhogy ezért nem jöttünk el. Ugyanaz történt, amit ki lehetett számolni. Semmi oka nincsen annak, és értelme sincs annak, hogy a parlament most rendkívülést tartson, és ellenben szeptember 18-án minden vitának és minden kérdésnek nézzünk elébe, és szeretnénk dolgozni az országért.